már a hangjáról meg lehet állapítani, melyik a jó kép. Az egy klasszikus, egyszerűen most nem mondom a gyártó nevét. És nem mond a gyártó nevét, de mitől jó egy sonkavágó kés? Ez egy csontozó kés. Uh-huh. Csontozó késnek fontos, hogy rugalmas legyen. A másik is ilyen pont, látod? Uh-huh. És egy éles legyen. De hogy kézzel is tudsz szép vékony sonkát vágni. Hogyne. De ahhoz is ugyanez a kés. Ahhoz egy hosszabb kéne, de ebben tudok. Ezzel ebben tanultad tudok, meg. Igen, de ahhoz egy jóval hosszabb dupla ilyen. De ez is egy ekkora penge volt? Nem, ez így. Ez így van. Nem nálad kopott nem, így nem, meg. Nem. Van olyan kés, ami nálam így megkopott, csak nincs itt. Én is elkoptattam sok De az kést. Igazi filéző az mindig egy vékony pengéjű van, igen, igen, meg könnyen tudsz vékony és keskeny pengéjű, igen, rugalmas igen, kés. Így van. Na jó, kezd megnyitni a sonkát, kezdje jó? Kezdje megnyitni a sonkát. Ma csak húsokról lesz szó. Csak húsok. Mindig szenvedés az elej, de utána megy. Tehát ott megvágod, és igen, akkor meg és kell akkor hámozni. Sorba. Tehát sorba csinálod. De miért hámozni? Miért kell meghámozni? Mert különben nem tudjuk vágni. Tehát annyira azon kemény mindig ez megakad. A bőr. Így van. És ez milyen idős sonka? Ez egy éves. Ez nem túl öreg, de ez pont jó. Tehát szerintem innentől kezdve számolják de a jó sonkát. De egy év, az kell. Kell, igen. Minimum. Tehát ez egy év az... két hónap múlva már esszük a sonkát, ez egy... Igen. Tévedés. Ez, de hogy azt felejtsd, de ez, hát, ez semmi íze nincs. Ez, de ugye a lényege ugye a sonka egy évestől jó, öt évestől tökéletes, nyolctól már ilyen... Humifikálódott. Abszolút, de most a világ legöregebb sonkája 112 éves. Tehát ez vízkonzívban van. És azt megkóstolták? Nem kellett megkóstolni, mert van hozzá ez a tű, ugye, amit a... Mint a sajtokhoz. A lónak a lábszárkapus csontjából faragnak. És avval a tűvel, ha megszúrod, tehát egyértelműen érzed az illatán, hogy jó vagy nem jó. És így megállapították. És hány éves volt? 112. És élvezhető. És állítólag igen, nem vágták föl természetesen, csak így próbálták ki. Tehát de ez direkt vagy véletlen maradt meg valahol? Tök véletlen, befalasztak egy régi érlelőt. Uh-huh. És ott maradt, és te megtalálták. Ez nagyon gyanúsan olyan, mint a 72-es asszó, amit befalasztak, és mindig egy új ág kerül elő. Az az igazság, hogyha ezt más valaki mondta volna, akkor nem hinném el, de valaki olyan mondta, akinek én úgy eléggé uh-huh. hiszek, és talán igaz. Na jó, te akkor fejezd be a hámozást, és tudtad, hogy van olyan klub, hogy Hentesnél levők baráti köre. Hallottam, de nem ismerem őket. De annyira vicces, igen, nem? Az elég. Nagyon tetszik. Az eleve tetszik, hogy keresnek kapcsolódási pontokat az emberek. A mai világban ez már kincs. De elvileg ott is kell keresni, hát a Hentesnél van a legjobb hús. Így van, és onnan ki tud válogatni. És a főt malac fel. Igen. Fú. Szeretnétek? Van véres húrka? Mindent. A sült császár? Ez pedig sült császár, hurka, karaj. És mindent maguk készítenek? Igen, mindent mi készítünk. Az mi fült volt? Fe, ide került egy nagy fül. Mit tegyünk? Hurkát? Akkor mi a legjobb? Ebben a sorrendben együk szerintem, nem? Micsoda? Fejhúst, azt nem kaptok minden sarban. Hát még sose láttam. Szia! Te fejhúst tesztel? Igen, én. Akkor kérünk fejhúst, jó? Legyen fejhúst. Erről van szó, Áron, biztos? Csináljuk, egyszer élünk, persze.
Köszönjük! Akkor csatlakozhatunk, ugye? Hogy szia, Borbás! Jó étvágyat! Jó reggelt! Na, bocsánat, hogy beleszóltam, de hát itt... Jól tetted, nagyon jó! Te jársz ide ezek szerint. Hát én sok henteshez járok. Igen? Igen, mert ezt nagyon szeretem. Henteseknél leszel? Igen. Köszi. Nagyon régen. Van egy ilyen oldalunk, és a hentesnél jövő baráti köre. Micsoda? Van egy ilyen Facebook oldalunk, és a hentesnél jövő baráti köre. Óriási! Van egy de ilyen, de ez hogy... De hogy találtatok egymásra? Most én kezdtem csinálni. Két éve is. Már gondoltam, hogy nem csak én szeretek hentesezni, és aztán ez fényesen igazolódott. De most már is sokan vagyunk. És hányan vagytok? 7000. Mennyien? 7000. Hát kész vagyok. Ez mennyire nem burva. Csatlakozunk a henteseknél levő baráti köréhez. Csak be kell jelentkezni a Facebookon. Van valamilyen beugró, hogy esetleg tudni kell, mi az a felsál, vagy valami ilyesmi. Hogy egy tesztet kiteszed. Vagy eléteznek egy adag ételt, és meg kell mondani, hogy hol, mi és nincs milyen része. Az a feltét az ember szeresse hentesni elni. Van ilyen best of esetleg, hogy a legjobb? Hogyne volna, persze. Hát komoly értekezések vannak. Komolyan? Ah, tehát elemzéseket folytattok, azért hogy melyik helyzet? Azért gondolom, hogy a fejhús kóstoljátok meg mindenképp, mert ez a hely, ez akkor, részben erről híresítve egy ilyen lehet fejhús tenni. Jó helyre jöttünk? Tehát ez a hely? Ehhez jó helyre. A fejhúsra. Én... Például a legjobb oldalás hol van? Az hol van? Az azt hiszem, hogy a Hajós utca. A Hajós utca? Igen. Oda mindenképpen. El kell menni. Olyan sokat számíték, egy jó kenyér. Boltban nem lehet kapni a kenyereket, mint amit hentesnél lehetett venni. És ez a te agyadból pattant, hogy csináljuk meg a henteseknél levők baráti körét. Igen, mert megy ez az egészségmánia mindenütt. És eleged van belőle. Nem, de igen. Eleged is van belőle. Azt gondoltam, hogy kell egy olyan hely, ahol az emberek látják, vagy azok, akik nem vannak ebbe bele, nincsenek beleörülve ebbe a dologba, azok így össze tudnak jönni egy kicsit, és tudnak örülni. Olyan dolgoknak is, amiknek manapság nyilvánosan nem nagyon szabad örülni. Nem tehát, illik örülni annak, hogy eszünk egy jó fejhúst. Igen, meg még ipari felvágóshoz képest azért ez mindenképpen normális. Ez sokkal egészségesebb, biztos, hogy nem eszel adalékanyagot, ez nekem nagyon tetszik. A másik, ami nagyon tetszik ebben az egészben, hogy ma alig vannak közösségek, és ti még kitaláltatok plusz egyet a henteseknél levő baráti közösség. Nem tök jó dolog közösségekhez tartozni, és úgy elszigetelik magukat az emberek. Ez most valahogy kialakul egy újabb csapat. Igen. Nagyon jó. De szeretnénk nyugodtan elkismeret furdalástól mentesen enni a henteseknél. Most olyan emberekkel beszélgetünk, nem szólnak be ezért. Hasonszőrűek. Apukám, tudod, hogy mennyi zsítettél? Kit érdekel, nem ez a lényeg. Függem az előreköszönésbe. Igen, jó napot. De itt nehéz lesz a dolgunk, nagyon sokan vannak. Ezt nézd meg, közben ide nyúlhatok? Ide néz. Várjál. Tekert fel a malacot. Nagyon aranyos. Te vagy a nedves csülök specialista? Nedves spác specialista. Nedves spác specialista. 4-5 napig föl van öntve olaj. Igen. Bele van rakva a csülök. Igen. És babérlevél, igen. Egész bors. Gabi, mi van még benne? Mit szoktunk belerakni? Hagyma. Hagyma. Így van. Egy 4 nap kell de neki, hogy teljesen... De ezt variálhatja mindenki magának, nem? Hogy milyen fűszerek jönnek be. Igen, hát azért egy házi asszony azért valószínűleg tudja, hogy egy sertéssülökhöz mi élik. Nyilván nem akarja meg a szekkőzök. És fedje be teljesen az olaj. Így van. Aha, 3-4 nap előtte kell gondolkodni, és akkor utána biztos, hogy már jó lesz. Érdemes elkészülni, mert sokkal jobb lesz. Tehát, hogyha egy napig el... Teljesen beszélgetem. Igen, igen. De gyönyörű. És akkor sokkal szaftosabb marad, nem szárad úgy ki. Így van, ez egy nagy darab hús, ennek át belül is át kell járni a csontnál. Igen, és hát nem fő ki az íze, mert ugye sokan úgy csinálják, hogy fogják és mellőre megfőzik, és utána sütik, hogy ne legyen neki száraz, mert nem tudja a módszert. Tehát ez a titok, hogy 3-4 napra be kell rakni így a tárcsba olajba. Az 1-2 nap az nem egy. Az semmi. És akkor most jön még egy pác rá? Igen. Most jön a száraz. Ami aztán később rá fog pirulni. Azt a mindenit. Hát akkor fokhagyma, frissen, fontos, hogy frissen darált fokhagymával kenjük át a húsit. Aha, belül oda is, mindenféle rétegbe. Háromféle fűszerkeveréket használunk. Az egyik egy mézes fűszerkeverék. Aha. Azzal is
megfűszerezzük. Na itt, itt egy kicsit szépen passzol az én receptemhez, mert én is mézes mostáros csülköt szoktam sütni, mert a méz valahogy nagyon jól jön. Igen, de miért? Nagyon veszélyes, mert nagyon hamar ráig megég. És sőt, igen, és nem lesz ropogós a bőr, mert megég. Abból kell a legkevesebbet. Abból keveset, igen, az csak a hús részre, nem? Középső. Igen. Van egy grillfűszerünk, ami inkább piros paprikás, ezt is óvatosan, mert ugye a paprika is lehet, hogy tehát ilyenkor már óvatosan a fűszerekkel. De ilyenkor már nem kell sok fűszer neki, mert ugye 3-4 napig állt, akkor beszívta lényeget. Az már elég sokat adott neki. A harmadik az pedig egy sertéssült fűszerkeverék, ebben is koriander, kömény, meg ugye a só az alapja, tehát igen. A fűszerkeverékekkel vigyázzunk, mert minden a legtöbbnek só az alapja. Sokat gondoltam gyomorkapacitásunkra, Tamás, de nagyon kedves vagy. Nagyon köszönjük. Jaj, még valami szuper, köszönjük. Ezt pont kiszúrtuk egyébként a burgonyát. Gyönyörű burgonya is igazi, rendes kenyért, köszönjük szépen. Merünk tartasz esetleg, vagy? Megkóstolom, hogyha nem. Nagyon jó. Hát akkor örülnék neki. Köszönöm szépen! Itt megmetszük a végét. De ezen van piros paprika, hogy ilyen gyönyörű aranysárga? Nem, ez gyümölcsfával van füstölve. Uh-huh. Ezt én a délvidékiektől tanultam, szerbektől. A szerbek tanítottak arra, hogy ha szilvafával, jó szilvafával füstölsz, akkor lesz ilyen színe. Tényleg úgy néz ki, mint a paprika. Ne, nagyon szép, abszolút. Nagyon szép. Szilvafa. Jól van. Igen. Megmetszed itt fönn, csontig, aztán csont mellett megyünk végig, mert a csont az furán áll. De hogy eltaláltatod a csont? Hány ezrediket bontod? 4000 fölött vagyok. 4000 fölött vagyok. Itt van egy fordulópont, itt kell megfordítani a kést. Azért jó ez a... És már szét is megy. Fú, micsoda színe van. Így. Végig megyünk még egyszer, a hátulját is kivegyük. Itt van a... Te, és ezeken a jó sonkákon van fűszer is a pázban, vagy csak só? Csak só. Csak só. Nem szabad fűszert. Magát, amit a sertés eszik, az a fűszer. Uh-huh. Tehát jó tápon kell tartani, abszolút. Vagy jó ennivalón. Nincs táp, csak jó ennivalón. Jó ennivalón, jó ennivalón és akkor ezt kapod. Ezt a gyönyörűséget. Ezt. Az illata, ez sajnos nem érezni, szín. De... Már mit a... Hát ha így a halad a ez... technika, akkor nem sokára érzik igen. A nézők is. Fú, az nagyon jó lenne. Nagyon tiszta illata van. Jó, és ezzel mi lesz? Mindig érdekelt, hogy ezzel a csonttal itt mi lesz? Ez a csontot szépen lefaragod, és ebből eszel finomakat. Ez a legjobb része. Ez a legjobb része, azt tudod, hogy ez ebből a részéből anyu otthon mindig bablevest főzött. Igen. Mondom, a tiéd is, mert földiek igen. Vagyunk. Igen. Tehát ez a legjobb rész, maradt meg a bablevesbe. Igen. Isten finom. Isten finom. Te akkor... is most nem sütsz kacsát, vagy szoktál kacsát? Szoktam sütni? Kacsát, hát most vannak problémák ugye a kacsahússal, ja, de most is én azért beszerzem a kacsát hozzá. És mert itt nem elég, sütni. Hogy ennyi sonkád van, te még ekkora sülteket is készítesz. Így van. Kacsát, pulykát, malacot, ugye itt kint megvan az új sütő, ott sütök parázson, malacot, bárányt. De te kit tanultál főzni? Hát én édesanyámtól mindent. Tehát minden íz, amit itt látsz, vagy eszel nálam, az mind tőle van. Tehát hát azért soha ismerős. Nem... Egy újabb húsos történet, jó? Az jó. Elmúlt 200 adás közül. Jó. Libát sütöttünk. Igen. Azt mondjuk több helyen is, mert fantasztikus milyen libáink vannak, ezt is olyan kevesen tudják. Libát sütöttünk káposztás ágyon, és ilyen óriás krumplikat csináltam igen, hozzá. Tudod, hogy sok helyen bevágtam, igen, és akkor lehet akármivel teletűzdelni. Igen. Hát nagyon sokat ettünk belőle. Ropogós volt a széle, a bőre. Jó,
finom, szaftos a húsa. Imádni való. Imádni. Szeretem csinálni, enni, bármit. Hát akkor jöjjön a nap fénypontja. Jó? Egy libasütés. Az igen. Nagyon fontos, hogyha egészbe sütjük a libát, akkor jobb a pecsenye liba, nem a hízott, mert igen. Akkor az túl zsíros lesz. Hogyha darabra vágva sütnénk, akkor meg jobb a hízott, mert akkor jobbra, ropogósabbra sül. Na, hogy készítjük? Először is ez már meg van takarítva. A savanya káposztát helyezzük el a tersébe. Káposztán sütjük. Azt először kicsavarjuk elég alaposan, igen. Hogy ne legyen túl vizes, de nem mossuk ki, hadd legyen jó savanyú. Nem kell kimosni, mert ez nem annyira savanyú káposzta. Igen, meg kell a sav alá. Így van. Jó sok káposztát rakunk, úgy látom, hogy legyen rendes ágy, ne sajnáljuk, úgyis elfogy. Igen, mellé. Sokáig fog sülni, úgyhogy kell is, hogy puhán tartsa a libát. Ennek a párájában fog egyébként megsülni, a káposzta párájában. Ezt azért mellé rakom, jó? Hogyha valaki enne majd, eldugom, hogy ne égjen meg. Úgy azt a kis erőset. És a következő az volt, hogy a libát szétvágtuk. Igen. És akkor most kezdjük a fűszerezését, de először főszeljük a zöldségfélét. Én addig besózom, amíg jó? Nagyon jó. Tehát teszünk alá a zöldséget is. Igen, a káposztára fogjuk rátenni. Jó, én akkor addig besózom belül a libát. Az igen. Nagyon fontos, ugye, hogyha egészben sütünk ilyen húsokat, hogy ne sajnáljuk a sót, ne legyen sótlan. Jó, dörzsöljük bele. Ebből a hagymából szépen szórunk ide alá. Uh-huh. Az a fűszer. Egyik fűszer, egyik. Még majd egy kis sárgarépát is teszünk alá. Még egy nagyon fontos dolog, hogy a húsokat nem áztatjuk vízbe, tehát jól letörölgetjük, nem tesz jót a sütés előtt a húsoknak a víz, tehát ez is szépen szárazra volt törölve, és úgy sózzuk be. Ne főjön, amikor az első hőt kapja, hanem süljön mindjárt. Jól áll a kezébe, de szívesen fölvágom azt. Jó, átadom szívesen. Jó, oké. Helycsere. Túl vékonyra nem vágom azért, mert sokáig fog ez sülni, ne nagyon száradjon ki a sárgarépa. És fokhagyma is van itt, akkor az igen, is kerül abból le. Is kerül. Akkor vágjam jó? Egy picit fel a fokhagymát? Fokhagymát is, igen. Nagyon napróra ezt se vágom, hogy ne égjen meg, jó? Jó. Úgy. Igen. Jó, akkor egy kis majoronnát is szórjunk vele. Akkor ez szigorúan csak a belsejében. Igen. Kívül ne feketedjen, égjen meg rajta a fűszer. Úgy. Jó. Kicsit beledörzsölöm ezt is, hogy biztos legyen. Jó. És már kész is. Készen is vagyunk vele. Nagyon tetszik ez a recept, no, ott van mindjárt a köret is körülötte. És látják, milyen egyszerű, pár perc alatt össze lehet rakni, és fejedelmi étel készül belőle, de ezt sütőbe is el lehet azért készíteni. Na, megsült? Szerintem na, igen. Nézzük meg, meg ne égjen. Addig libázunk, még megégetjük azt, ami a már a miénk. Nem égett, nem? De gyönyörű! Azt a... Így zenél. Azt a mindenit, de jó. Ez azt hiszem tökény. Ez gyönyörű lett. De milyen szép, ahogy így sistereg az egész. Tiszta ropogós, tiszta ropogós. Rakjuk félre, és akkor elkészítjük az előételt, vagy utóétel, valaminek eszük. Tehát ha már van egy jó kis libánk, aminek a nyakát levágtuk, akkor a bőr ne vesszen ugye kárba. Igen. De hát amikor előkészítjük a libát, akkor arra nagyon kell figyelni, hogy ne vágjuk el a nyakat, mert akkor nem lehet megtölteni, és kárba veszik. Tehát, hogy így ne vágjuk föl, hanem szépen maradjon egybe. Hogy töltjük meg? Elkészítem a vöröshagymát, összeaprítom apróra, addig, hogyha már csak a bevarna az egyik végig. Jó, 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 jó. És akkor még ez itt.
A vékonyabb végét várjam be, vagy a vastagabb? Igen, 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 vékonyabb. Egy kis libazsírt rakunk alá. De szép libazsír. Bevarjuk, hogy ne süljön ki, meg jól meg tudjuk tölteni. A libamájat szép vékonyra. Libamájjal töltött libanyak. Megmosott gombák felszeletőjük. Gombás libamájas. Egy. És akkor a hagymát ilyen jó nagyra kell vágni? Igen, és megdinszteljük. Kis húsleves előkészítve. Igen, tehát ledinszteljük a hagymát, nem kell apróra vágni, szép nagyokra, akkor igen, belekerül a gomba és a máj. Igen. Másik is kész. Én azt gondoltam, hogy ehhez készítsünk egy kis szalonnás, sajtos, egészben sült burgonyát. Jó. Meg egy lila hagyma salátát. Addig én egy kis lételt készítek. Picike kis ecet. Egy kis cukor. Egy csipet só, a világ legegyszerűbb salátája, meg talán a legolcsóbb is. Nem baj, hogyha így még nem olvad el a cukora, hogy a hagyma is levet enged, el fogja olvasztani. Úgy addigra meg is párolódik már a gombánk a májjal. Na és akkor ezt csak jól elkeverem. Mi kerül bele? A tejbe áztatott zsemlő. Igen. Egy zsemlét raktunk el a kettő libanyaghoz. Nagyon jó lesz. Ezt félrerakjuk. Krumplit is elkezdem, hogy haladjunk. Betesszük majd a tepsibe a libanyak mellé, jó? Jó. Ezt olyan 3/4-ig ilyen szép nagy burgonyákat megfőzzük, és akkor óvatosan, hogy nehogy végig szaladjon benne a kés, így 2/3-ig bevagdossuk. És akkor mindegyik résbe teszünk szalonnát, meg sajtot. Így készítjük elő a burgonyákat, mindegyik részbe szalonna, egy sajt, és betesszük majd a libanyak mellé. Megdinszteltük a hagymát, rátettük az összevágott gombát és libamájat, utána beletettük a kicsavart, beáztatott zsemlét, rátettük a főtt kemény tojást összeaprítva, fűszereztük sóval, borssal, majorannával, és végül pedig összefogjuk egy nyers tojással, aztán töltünk. Igen. Na, mehet a kemencébe. Na, uraim, eljött az evés ideje. Nézzük mi lett a libanyakkal. Ez pontosan olyan, ami ennek lenni kell. Jó. Ettől február nem is lehet. És ilyenkor a legszebb, mikor így forró, ugye? Jö. Összesült a lesült sajttal. Ah, de finom lesz az. Azt mondd meg nekem, igen, hogy kell úgy lesózni egy ekkora húst, hogy itt a csontnál is sós. Igen. De nem eláll, túl. De nem túl sos. Igen, ez egy érdekes téma, ezt nagyon sokan elrontják. Durva sót kell használni, és sokáig. Tehát, hogy durva sóval sózod meg, nagyszemű sóval, így van. És akkor szép lassan ő beszivárog majd idáig. És a hőmérsékletre vigyázni közben. Tehát nem hát szóval, meg az időtartamra, minden, borzasztó azért tudom. Sok összetett a dolog, de az egyik legfontosabb része. Olyan igen. Tiszta, olyan puha, nagyon-nagyon jó. Na.
a kedvenc nótámat elléneklem neked, a Horgosi csárda ki van festve, ismered? Volt egy nagyon jó... Ismerem a csárdát, és hát földiek vagyunk, na, tudom. Igen, és azt a műsorodat néztem, az nagyon tetszett. A délvidéki adásban, Paskó atyával. Pontosan. Ez Paskó atya vitt oda a Horgosi csárdát, ez milyen gyönyörű még nagyon, most is. Nagyon, és mennyit jártam én oda? Istenem. Hát onnan hány kilométerre értél? 10, 12. Még annyi se. Igen, közel. Ott, közel. Ott amit főztünk. Igen. Nagy, az a lényeg, hogy sokféle hús kell. Igen. A levesbe is, igen. Ugyanazon az elven készült, meg a igen. sült is, ez a Rózsa Sándor kedvence. Igen, 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 igen. Hát ő arra lovagolt legalábbis a, hát az a fáma szerint helye. Így van, tehát ő sokat járt arra, hát, ott élt. Nem csak igen. lovagolt. Nem csak lovagolt, jó, igen, jó, oké. Okay. Minden egyéb országot is elkövetett. Igen, igen. De hát nekünk ez most fontos. Igen. És csak Macsi, ha eszel, ezt a részt tegyed mindig a dióját. Várjál. Itt. Hogy van ez a csongának, melyik része? Ez a diója, ez a... Tehát a nagy része csont igen, mellett. Nagy része, így van. Ez a legszebb része, ez a legzsírosabb rész, tehát zsíra látszőt. Tehát ha kérdik, akkor mindig azt mondja, a diójából kér. Dióját, így van, uh-huh. így van, ne hagyd magad, mert az alja ugye sósabb. Ez a legsósabb, igen, mert ahogy lóg. Ahogy lóg a sonka, ugye itt ide igen. koncentrálódik a só, igen. Gyönyörű ez a hely. Nem messze innen, ugye mennyi, 5 kilométer Ásotthalom, ami már magyar rész? Így van, pár kilométerre van tőlünk Ásotthalom, ez nem olyan régen megnyílt határátkelő, és abban az irányba pedig alig pár száz méterre pedig a híres Horgosi csárda, ugye a Horgosi csárda ki van festve című népdalunk is innen származik. És az is nagy betyártanya volt? Ez a vidék az biztos, hogy hemzsegett a betyároktól, a régi idők nagy betyárjaitól, akik régen lóháton közlekedtek. Ma is vannak betyárok, csak ők dzsippekkel járnak. De este lesz, alkonyodik, de csáli erdő szomorkodik, de abba van egy híres betyár. Meleg van itt, jó napot! Igen, Kelicsokka, Farvi András. Üdvözlöm, Bormás Marci, jó napot! Mindenhol van egy kemence. Mi lesz marhafarokból? Marhafarokból? Bojtár gulyás lesz, és a Rózsa Sándornak a kedvenc sültje lesz majd. És gyönyörű cserépedénybe készül. Hát ugye azt tudni kell, hogy régen a betyárok ástak mindig egy nagy lukat, belerakták a rőzsét, meggyújtották, volt nagy parázs, belerakták az ételeket, letakarták a pernyével, és akkor ők elmentek. És majd addig, mikor, ott addig ott föl, mikor visszaértek, kibontották, és akkor lakomáztak. És most így is készül, imitáljuk. Hát most imitáljuk, most itt a parázs, mert most nem akartuk, hogy most ássuk itt nagy tűzzel. Tehát így egy kicsit szolidabb. Na jó, de az íz ugyanaz lesz. Az íz, hát finomabb szerintem. Még finomabb, mint egy betyár főzte igen, volna. Igen. És akkor úgy kezdjük, hogy a krumplit. Nagyon egyszerűen csak ilyen cikkekkel vágjuk így. Ennyi. Aha, kockákra. Kockákra, igen. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van itt Vajdaságban. Végülis, hogy itt a szerb konyha egy kicsit a magyar konyhával keveredik, és a szerbeknek nagyon jó szájvízük. Na jó, hát a bácskai konyha, ugye kapok mindig a nézőktől, hogy mindig a bácskai konyhában példálozok. Hát na most végre itt vagyunk. Azért, mert a legjobb. Ugye? A legjobb. Ugye? Mondják ezt bácskaiak, de... Nem, nagy séfek, akik nem bácskaiak, ők is azt mondják, hogy a bácskai konyha az kiemelkedő. És ez szerintem pont ezért kiemelkedő, amiért az erdélyi, mert hogy nagyon sokféle nép konyhája keveredett. Sárgarépa. Mi vidékünkön a szerbek is csak sárgarépának ismerik. Mustármagot, és ezt belerakjuk, így. Akkor aztán jött a tárkony, ezt ilyen kicsit durvábbakra vágjuk az egészre. Akkor megfogjuk ugye a marhafarkot, ezt bele is tehessük. Füstölt hús mindig volt a betyáraknál, az okatlan. Az mindig minden kamrában az volt, úgyhogy könnyen megszerezték. Volt, így, ezt ide visszatesszük, mert meg kell egy másikat, és az körülbelül akkor a kockákra vágjuk az egészet. Falatokra. Ezt hát így rárakjuk. Igen. Nagyon egyszerű, és akkor van egy birkahúsunk, ugye, ami nagyobb része mócsingos, az a legjobb az egésznek. Hát jó ragadós ez, lesz. Ez egy combhús? Ez egy combhús, igen.
Hát éhes lettem. Ez egy nagy baj, főzés közben az ember megéhezik. Rózsas András látná, hogy itt most őróla a kedvenc kajáját készítjük. Jó, és akkor van egy marhahúsunk. Igen. Szép szelet. Marhacomb. Marhacomb. Őróla is leveszünk egy szeletet. Igen, igen. Magyar neve, gyömbér magyar neve. Kungyökér. Kungyökér. Na most maradt még ugye a füstölt sajtunk, ez kecskesaj, ezt a végén, mikor kész az egész, akkor ráreszeljük. Tésztával, ugye? Na most körülbelül ehhez a mennyiséghez, amit nekünk lesz, ehhez beleteszünk egy ennyi kanálsót így. Ennyi, föltesszük a vizet, rádítsük. És elfeledkezünk róla egy pár órára. Elfeledkezünk órát. Akkor addig jó, a másik ételt megcsináljuk. Jó. Készítsük a másikat. Ez lesz a Rózsa Sándor kedvence. Igen. Mégpedig. Ez egy sült lesz. Mégpedig. A krumplit, hogy előkészítettük, azt ide alá tesszük az egészt. Igen. És megfogjuk a hagymát. Most ráraktuk a hagymát. Ez azért kell az egész rá, hogy ne égjen oda. Ez védi meg a húst a leégéstől. Jó. Na és akkor most megfogjuk a húsokat, és belehegyezzük egészbe. Ugyanolyan húsok, úgy, amit találtunk. Tehát így, lehet egy fél kakas is. Lehet, lehet. Itten van nekünk szerencsénk, a szerbkonyháról beszélek megint. Van egy paprika, Silja nevezetű paprika. Milyen? Silja. Silja. Szerb neve van neki. Ez egy édes piros paprika. És ezt kicsomázzák és leszárítják. Na most, eztet, mint ízesítésnek ide fogjuk rakni. Így tehát ez egy egyszerű, kicsomázott, szárított paprika. Kicsomázott, szárított paprika, babot. Babot rászórunk, így az egészet. Azt már főve kell rárakni? Hát ez olyan félig főt. Babsalátát. Babsalátát készítünk, és ennyi. És azt rátesszük. Ezt is megsózzuk. Csak sózunk. És víz kerül alá? Igen. És ennyi? És ez mikor kész az egész. Ezt szintén leszokták reszelni sajta. Ide betesszük. Azt, amilyen illat jön ebből. Ki van lyugatva a teteje, hogy azért a gőz ki tudjon jönni belőle. Hű, de jól néz ki. Most kíváncsi vagyok. Hát még én? Bors nélkül. Bors nélkül. És paprika nélkül. Paprika nélkül. Ó, jaj. De finom. Egyértelműen a tárkony és a gyömbér az uralja. Igen. A teretet. De milyen jól áll neki. És a mustártól egy kicsit savanykás. Igen, a mustártól savanykás. Azt a mindenit. Nagyon finom. Na, ellenőrizzük a másikat is, aztán essünk neki rendesen. Mm. Tessék, parancsolni! Ó, fantasztikus! Na, hát de nagy bajban vagyok! Azért tudott élni a Rózsa Sándor, ugye? Hát, tudunk élni mi is, úgy érzem. Igen. Az a vékonysága, hogy a legjobb a sonka. Mire gondolsz? Milyen vékonyan? Túl, tehát nem... A szeleten is? Igen. Hát igen. Természetesen minél vékonyabban. Tehát bár... annál jobb, minél vékonyabb. Igen, de a jó sonka az akkor is jó, hogyha vastag. Tehát, hogyha vastagon, mint a régen a nagypapák, hát ugye a bicskát levág. Az... Ekkora vastag falatokat tevet, és teljesen más ugye az íze. Igen, igen. Abszolút más az íze. Én azért mondom, csak az a jó sonka, ami így is, meg úgy is jó. Hát egy jó sonka elrágható vastagon is. Így van. És megpróbálok nagyjából szép szeleteket valahogy összehozni. Nem kell sok, csak nem, csak hogy kóstoljuk meg, várj, erre fogom valahogy. Egyébként a sonkának csak a sertésből készült, pácolt, füstölt vagy szárított húst nevezzük? Vagy sonka az is mondjuk, ami bivajból? Vagyis nem, hát nem. Ami marhából,
Az brezza. Hát igen, az olaszok ugye olasz szóból ered, de szerintem ezt, ennek kéne találni valami magyar, mert a magyarok is csinálták ezt annó. Csak nem tudom a régi magyar kifejezését, és én fogok nem sokára kezdeni ezzel foglalkozni, mert hiszem azt, hogy tudunk mi is olyat csinálni. Azért egy-két helyen így családnál már ettem, és Muravidéken is ettem. Igen. Magyar igen. családnál természetesen. Igen. Ott nagyon Skótfelföldiből sonkát. Isteni volt. Igen, el tudom képzelni. Ott, nagyon, ott kell vigyázni a sóra. Tehát ugye ott nincs zsír, nincs semmi, az nagyon ki tudja szárítani, megkeményíteni, mint a cipőtalpat. Hát azt kezdheted előről tanulni. Így van. Te is bárányból csinálnak? Nem. Én próbáltam, engem kértek, próbáltam bárányt. Pedig az fagyús. Igen, de olyan picike a combja, tehát ha megnézem báránycombot, a nagy az már birka, ami kicsi, az bárány, az 2 kilós. Tehát nem tudsz mit csinálni, tehát az gyorsan kiszárad. Kell egy megfelelő hús mennyiség. Hát kell egy, igen, ami ezt, na nézd meg ezt. Ez gyönyörű. Olvasni lehet rajta keresztül. Így van, nagy betűket nem annyira, de kicsik az egész, jó? Nagyon jó, nagyon szép. Így gyönyörű, de most komolyan. Nézd, hogy csinálok egy vékonyabb szeletet, ez most mennyivel elég vastag volt. Mennyivel más így az íz, látod, mint itt, ahol én szeleteltem? Igen. Mindegyik más ízű, tényleg mindegyik része, három részben ugye a sonka, mind a három más tehát ízű. Tehát az, amit szeletelsz, azt nem tudom, hogy igen. hívják. Ez a kisebbik része, ugye? Az a kis, a dió túloldala, meg az igen. alja, ez így a három van, fő így rész. Van. És ez a legkisebbből tulajdonképpen gyönyörűt lehet csinálni, de a legjobb része ugye továbbra is a dió. És melyik hús szereted legjobban? Én bárányt. Bárányt? Abszolút. A bárányhústól nincs jobb. Hú, téged elviszlek egyszer a nincs Földi jobb. Gyuláékhoz, uh-huh. Mátra Novákra. Na, azt szívesen veszem. Hát, Himesi rackáik vannak, uh-huh. télen-nyáron kint legelnek, igen. mindent maguknak a hú alól kikaparják, igen, képzeld el a füvet, uh-huh. és hát az Ádám, Gyula bá fia, nagyon tud főzni. Annyira szerettem, hogy kora tavasztól egészen a hóig etett a természet. Nézd, szegfűgomba. Etett, igen. De elkezdtünk szedni igen. szamócát, epret. Epret, igen, földi epret. Kis pici, de ez egy ízbomba. És közben ad mást is. Igen, csak igen, hát igen. ismerni kell ehhez a természetet, ugye itt hibázik a mai tudomány. Igen. Hát nem árt, hogyha az ember együtt él vele. Tehát a teremtett világ az nem csak, hogy táplál minket élelemmel, hanem lelkileg is kell, hogy tápláljon minket. És ehhez nem árt, hogyha az ember követi a természet változásait. Igen. Igen. Gyönyörű szegfűgombácskák. Igen. Hát arra ugye vigyázni kell, hogy úgy a tönkje fölött azt csípjük el. Lemaradjon. Igen. Igen, hogy aztán jövőre is legyen. De milyen sok van itt. Készítünk belőle valami finomat a bárány mellé. Jó, bárányt főzünk, vagy sütünk? Sütünk. Jó. Na, szedtünk egy kis gombát, de azt mondtad, hogy bárányt készítünk. Én bárányra készültem. Puliszkával, jutulóval. Mi lenne, hogyha nem salátára tennénk a gombát, ahogy terveztük, hanem a puliszkára pirítanánk le a gombát? Tegyük rá. Tegyünk még, szórjuk meg jutulóval egy kicsit. Uh-huh. Na, oké, összehozzuk, csináljuk jó? meg. A bárányt azt pedig előkészítettem, egy picit bepácoltam. Igen. Ez egy bárány gerinc, hát egy növendéki országnak volt a gerince. Ez kapott egy fokhagymás, vöröshagymás, ecetes pácot. Le van szedve róla minden, ami a kellemetlen ízt adná, de az ecet az mégis egy picit segít rajta, hogy még semlegesebb legyen. És akkor ezt föltesszük most főzni, egy picit előfőzzük, egy kicsit hasonló, mint a csülköt, tehát egy kis fokhagymát fogunk tenni bele, egy kis babérlevelet, sót, borsot, uh-huh. és egy picit átpuhítjuk. Aztán majd utána jön a varázslat, mert ez az egész kapni fog egy paradicsom szószos feltétet, és ezt össze fogjuk sütni egy kis kakukkfűvel. Nagyon na, jó lesz. Na, én hoztam a kakukkfűvet. Á, szuper lesz, tessék, szuper lesz. Szedtem út közben. Tudod, miért választottam a bárányt? Hát sejtem, az Isten bárány, ja? Az Isten bárány, hát az ártatlanság az nagyon, úgy gondolom, hogy most akkor olyan ételt kellene főzzünk, ami a helynek a lelkületét azt jól tükrözi, vagy legalábbis próbálja tükrözni. Jó, ezt még ne kezdjük el főzni. Még ne kezdjük el. Így van, megmostam, előkészítettem a gombát, még megmosom, egy hagymát aprítunk hozzá, jutúró van. Így van. Pici hagymám dínszteljük meg, nem? De. Ugye? De ezt is majd csak megcsináljuk. Majd jó. Frissen.
paradicsomos, sült bárány, egy szegfűgombás, jutúrós puliszkával. A kakukkfű az a bárányra kerül. Az a bárányra kerül, jó. Igen. Szuper, akkor itt folytatjuk, jó? Megyek megnézni a tyúkokat apával. Aksa. Ez az erdélyi kopasznyakú? Ez nem. Nem. A kiinduló alapja volt, és egyébként nem kopasznyakú, hanem Erdélybe is csórényakú. Csóré? Így van. Ugyanis mi a kopasz? Ami már egyszer volt haj, toll vagy szőr, ez gyárilag ilyen, tehát ez nem ez lehet kopasz. Így van, csupasz. A csóré mezítelent jelent, onnan tudom, hogy azt mondta az idős hölgy, akivel beszéltem, hogy neki repült a csóré lábamnak. Tehát ugye mezítenő lábának. Ugye ezt a palóc úgy hívja, hogy nyuszka. Nyuszka? Nyuszka, igen, még nem fajta, el kell, hogy mondjam, tehát még nincs elismerve, mint hivatalosan, mint fajta. Dolgozunk rajta, hogy el legyen ismerve. Tehát tulajdonképpen te nemesíted újra. Így van, pontosan. Az ősi fajtát próbálod visszahozni. Így van, hát ugye a mai igényeknek megfelelően. Én olvastam egy receptet, amiben az volt, hogy vigy egy 4 kilós csórényakú tyúkat. 4 kilósat. 4 kiló? Magyarországon, hol? Mint? És akkor... Végig gondoltam, hogy lehetett ez ilyen valamikor, csak mi sikerült valahogy elrontanunk, és úgy sikerült elrontani, ugye, amit mondtam, Németországba kikerül, és ott dísztyúkot csinálnak belőle. Ez elkerül Erdélybe, és ott, mint őshonost, behozzuk ide. De attól őshonos, tehát nem bántjuk. És, de nekünk az volt a cél, hogy ez az állat nyuszkanyakúsága, vagyis a csupasznyakúsága miatt könnyen tisztítható. Ha megkopasztja az ember, akkor nincsenek ezek a szőrök. Hát a legnehezebb a nyakát tisztítani. Persze, kopasztáskor, pont. Amikor leforrázzuk. És akkor vannak a tyúkon ilyen szőrszálak, ugye még igen. Ezen nincs. De jó. Gyárilag nincs. De jó. Ez az egyik része. A másik, ne legyen fehér, mert az minden ragadozó kiszúrja, de viszont legyen világos tollazatú. Ezért van ez az úgynevezett búzaszín. Aztán a másik dolog az, hogy elolvasva a régi csórényakúkról a leírást, hogy egy hústípusú, széles mellű, jó izmolt állatok vastag voltak. Vastag farú, hát olyan barokkos faruk van ezeknek a tyúkoknak. És akkor innen indult az, hogy na akkor e felé kell haladnunk, valami ilyesmit kell megcsinálnunk. Akkor hogy zajlik ez a folyamat, hogy hozol egy-két hasonlót, elkezded... szaporítani, és akkor a legjobbakat mindig kivetted, pontosan. És csak annak a tojását pontosan, újból pontosan, szaporítani, ahogy pontosan. Régen a parasztember pontosan csinálta. Pontosan erről van szó. Ezek nekünk az úgynevezett modellállatok. Tehát mivel nagy a generációváltásuk, így ezzel modellezzük le a nagy állatoknak a tenyésztését. Tehát mivel az lassabban fordul, már ott nem ér meglepetés, mert a képlet majdnem mindig ugyanaz, igen. Csak abba az irányba kell menni, ahogy az ember tudja. Erdélybe, a Feketetói vásárban nem ezért mentünk, de egy román portán pont volt két ilyen tyúk. Aztán, hát haza kellett hozni, nem? Mi tyúkot hoztunk a Feketetói vásárból. És, de ugyanígy ugye kerestünk hozzá megfelelő színű kakast, az nem volt csórényakúba, hanem telenyakú, és akkor úgy elkezdtük variálni. Hál' Istennek nagyon öröklődik a csórényak, utána már csak arra kellett törekedni, hogy nehogy visszaessen a testsúly, ugye a rokontenyésztés miatt van ilyen, és akkor ez beindult ez a fajta szelekció. És lett 4 kilós? Közel járunk. Közel. Na és akkor mikorra várható, hogy kap ez egyen? Fajta bejegyzés? Igen, elismerés. Tulajdonképpen. Hát van ennek egy folyamat, először előzetesen elismert fajta lesz, aztán majd utána, ha véglegesen, amit én leírtam, vagy amit a kollégával leírtunk, azt tudja valóban igazoltan teljesíteni, akkor lesz elismert fajta, ha is ezt tudja reprodukálni éveken és keresztül. És milyen az íze, az állaga? Volt egy sütési próba, ahol összehasonlították ötféle állattal, köztük a bresszivel is. Aha, kéklábúval. Így van. És 6000 forint kilója. Azt nem mondom, hogy megvertük, de hogy versenyt álltuk vele szembe, az bizonyos. Na, megfőtt a bárány. Megfőtt, igen. Mennyi időre megy a sütőbe a bárány? Hát egy jó fél órára. Akkor pont jókor kezdtük a puliszkát is. Jókor kezdtük a puliszkát, igen. Megfőtt, megpuhult húst, ezt beletesszük tepsibe.
egy pici olivát én teszek alá. Ez így is jó lenne, de még egy kicsit megturpózod. Sokkal jobb lesz. Ha gondol, elkezdheted esetleg a hagymát nagyon jó, finomra kellene aprítani. Még egyszer megkeverem és jövök. Ezt meg fogjuk egy picit majd pirítani, fokhagymát is, és aztán jön rá a paradicsomos öntet. És ez egy nagyon különleges, ilyen édeskés lesz, mert teszünk a paradicsom szószba egy kis mézet. Miért nem találtuk meg ezt a kerti csiperkét? Miért te találtad meg? Mert a másik irányba indultunk el. Visszamentem érte, igen, és vágjam behoztam. Össze? Igen, légy szíves, és akkor azt is majd a hozzápirítjuk. Hozzátesszük a igen, igen. Gyönyörű kis szekű gombánkhoz. Ezt is egy kis hagymával lepirítjuk. Igen, ahhoz is. És a puliszkára ráöntjük szalonnával, meg sonkával. Nagyon jó lesz. Na, akkor én most ezt megpirítottam egy kicsit, és ráöntem a paradicsomlevet. Jó. Látom házi. Édesanyját rakta el? A feleséged? Nagymamád. Szép sűrű. Igen, még teszünk bele egy kis mustárt. Uh-huh. Most jön bele a méz. Igen. Egy nagy kanállal. Vagy lehúzom a szárakról az és belerakom oda a szószba, jó az? Jó. Kavasz már rajta egy picit, hogy összeálljon? Igen. És akkor én meg aprítok egy kis szalonnát eddig, gombához. Pici só? Só. Na, ez a szósz készen van. Kész mehet a sütőbe? Igen. Jó. Azt a de jó besűrült. Látod, megkönnyítettem a dolgunkat. Igen, tehát befejezed, de már majdnem kész vagyunk. Ugye? Nem kellett kavargatni annyira. Gyönyörű. Jó, hagyjunk egy kicsit a cicának is. Na, ráteszem a hagymát. Jó. Egyébként tényleg ez a puliszka, ez egy tál étel lesz, annyira gazdagítjuk, hogy az is lehet, hogy elég lett volna, de hát nehogy már ne együnk bárányt, ne vagy olat, vagy galambot nálatok. Ne szomorítsa. Ne szomorítsa. És ez a gyönyörű jutúró honnan van? Hát ugye mi nagyon közel vagyunk itt a Felvidék határán. Jó, szinte úgy, hogy ez az, igen. Igen. Jaj, de rossz helyen laktok te! Acsi, azért nem engedlek el téged, csak sonkával sütöttem neked valamit. A kedvencem. Csodáltam volna. Ezt nézd meg. Ez kérlek szépen... Ez nem liba, nem bárány. Nem, kis malacszombja. És egy csülök, de egész másképpen, ahogy szoktuk. Hát ki kell tennem egy tányéra. Miért hogy készült? Azért, mert hogy én ugye ezt besúzom egy nappal előtte, és utána fokhagyma szalonnába sütöm. Tehát ez teljesen más világ. Megmutatom, hogy hogy néz ki. Ez szétesik a kezembe, az a baj. Nem ennyi ideig sütötted, és hány fokon? Ez 4 órát sült, az elején 130 fokon, és a végén az utolsó 1 órában 170. Egy picit ropogós legyen a vége. Tehát előbb alacsonyon. Igen, előbb alacsonyon, így van, puhítottam. Ez a cok. Esik szét. Ezt még tegyél ki egy ilyen fokhagymát, légy szíves? Én ezt így megfogom. Jó. Így megfogom, ide teszem, nézd meg, kis de puha, buszta. Kis finom, kis cammogni való. Az a baj, hogy egyikünk se szeret tenni, ugye? Így van. Ott a másik. Ne tedd ki mindkettőt, tehát hogy eszünk. Ja, igen. Egyik szebb, mint a másik. Szó se róla. Vágok belőle, nézd a... Ezt nézd meg. De jó ropó. Én tőled tanultam azt, hogy a bőrt meg kell sózni van, az utolsó 20 percbe. Így van. És akkor behabosodik. Így van. És én azóta mindenkinek tanítom, mert az olyan jó úgy. De jó, hogy te is tanulsz valamit tőlem. Én ne mindent viccel. Tőled tanulok. Persze. És csak akkor igazi a... Így kibírod. Ekkor a kis lapocka. Igen, picike. Így kijön a lapocka, ez haláli biztos, hogy jó.
kicsit meleg, sütésünk. Úgy érzem. Igen. Figyelj, először ezt a bőrkét muszáj megkóstolnom. Kis fokhagymával. Egy kis fokhagyma. Kis fokhagyma. Ez olyan puha, fokhagyma is. Erre csak arra kell vigyázni, hogy ne higgyen meg. Tehát, hogyha már kezd egy picit égni, egy kis víz hozzá, és megint merénylet. Helyreáll. Igen. De ezt tudom, nem eszem ennyi sonkát. És csak ez az a jó falat, ez a ropogós. Na, mutasd. Az egy izgalmas falat. Hadd. Nagyon fincsi. Nagyon fincsi. Egy kis ropogós bőrért képes vagyok megenni egy rakás húst is. Igen, igen. Nem? Igen. A legjobb része. Legjobb része. És nem unod? Nem. Ezt a sok nem. Hús, nem abszolút lehet megunni. Nem lehet megunni. Na, látod az emberek arcán azt a ezt. Igen, ezt. Pontosan ezt. Nem is kell egy szó. Szóval se többet mondani, pontosan ezt látom. Imádni való. De azért ezt ketten megesszük most, nem? Hát igen, sok sonka után nehéz lesz. Na hát engemet tetsz, figyelj. Igen, és ez? Igen, a stókolási akció. Ez a fokhagyma. Uh-huh. Mert én héjas torakom benne. Persze, mert úgy nem sülszik. Igen, igen. Széjas tovon benne. Nem, nem. Hát ezt kívánom, hogy vidd haza, egyetek jót. Nem, mi együtt itt megesszük. Ja igen, de a többit azt odaadjuk. Így van, és köszönjünk el a nézőktől, jó, akikkel egy hét múlva találkozunk újból, de ne feledjék, hogy március 11-től indul az új évad, igen. A tavaszi igen. Évad. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó étvágyat! Jó étvágyat. Anyám mindig azt mondta, hogy ha örömkalácsot eszel, örömed van mindig. Ez a főzőhely. Kezdjük, gyerek, ebben a pici teremben. Ebben a pici teremben. Azért még a pityókás bélest megkóstolom. Elég? Nem lehet bírni. Most kérek szépen egy zsebkendőt.